Tehát a következő kérdés. Édua és a gyerekeitek, Édua és Levedi szerencsések, hiszen szülőföldjükként tekinthetnek a szigetekre. Mennyivel másabb gyereket nevelni ott, mint otthon? Tehát ez az a kérdés, amit azért kicsit nehezen tudok megválaszolni, mert ugye én nem neveltem gyereket soha Hawaiion kívül sehol, tehát én Magyarországon nem éltem húzamosabb ideig, vagy Európában, vagy bárhol máshol, úgyhogy nem tudom, hogy milyen Magyarországon milyen gyereket nevelni. Most szerintetek milyen Magyarországon gyereket nevelni azok, akik közületek szintén szülők, anyukák, apukák? Nem tudom, hogy jelenleg milyen Magyarországon ma gyereket nevelni. Akkor kommenteljetek erre, hogyha tudtok, hogyha nektek ezzel van tapasztalatotok, mert én nem tudom pontosan. Magyarországon nőttem fel, de gyereket nem neveltem Magyarországon, szóval elég nehezen tudom összehasonlítani. Hát én itt imádok gyereket nevelni, azt mondanám, hogy itt, ami szerintem úgy a gyereknevelés az mindig attól függ, hogy kinek milyen a családja, vagy igen, tehát hogy kinek milyen a családja, milyen családi kultúrát állít fel, stb. Stb. Szóval ez szerintem az ilyen családfüggő, ilyen egyének, ilyen kisebb közösségek függő. Most nyilván a kérdés lehet arra utal, hogy a nagyobb kultúra hogyan befolyásolja a gyereknevelést. Azt mondanám, hogy Hawaiion fantasztikus gyereket nevelni, ezt már elmondtuk egy másik interjúba is, videóba, tehát az, hogy itt egész évben jó idő van, soha nem megy nagyon le ilyen 20-19 fok alá a hőmérséklet, hogyha egyik nap esik is, másik nap jó idő van, úgyhogy, vagy hogyha itt nincs jó idő a szigetnek ennek a részén, akkor el tudunk menni a sziget másik részére, ahol jó idő van, úgyhogy ami jó itt a gyereknevelésben, hogy a gyerekek mindig kint lehetnek a szabadban, tehát így elmegyünk velük a beachre, elmegyünk túrázni egyet a hegyekbe, virágokat nézünk, ezt meg azt meg amaz, itt van tőlünk egy köpésre a polinéz kulturális központ, oda is el szoktuk őket vinni néha, Édua imádja nézni a táncokat és utánozni őket. Tehát ami jó itt a gyereknevelésben szerintem az szintén megint a multikulturális környezetre vezethető vissza, hogy itt megszokják a gyerekek, hogy mennyi különféle kultúra van körülöttük. És például, ahogy már mondtam, meg szerintem lehet már raknom is fel képet, hogy Éduának az oviában is ő az egyetlen szőke, fehér kislány, és amellett polinézek, ázsiaiak, különböző kultúrájú gyerekek vannak. Úgyhogy tehát, hogy itt van a természet, az, hogy ahol mi lakunk, az egy nagyon biztonságos környezet, hogy például én azt nem, mondjuk én mindig is dolgoztam azután is, hogy a gyerekek megszülettek, tehát utána ilyen egy-két héttel én visszamentem suliba és munkába, de annak ellenére, tehát soha nem nagyon kellett azt megtapasztalnom, hogy otthon vagyok egész nap a gyerekekkel, ahogy sok anyuka, gondolom Magyarországon is, de igazából én el se tudnám képzelni, hogy otthon vagyok bezárva a lakásba egész nap a gyerekekkel, és hogy nem tudunk kimozdulni, mert hogy vagy rossz idő van, vagy nincs mit csinálni, tehát ez engem mentálisan totál tacsra vágna, az tuti, és tudom, hogy ez sok anyukának nehézség, és szülőnek, aki otthon van. Tehát ez az, amit itt Hawaiion nem kell félni ettől, mert még hogyha egy kicsit esik is az eső, mondom, ki lehet menni a szabadba, még az esőbe is játszanak a gyerekek, tehát sosincs annyira nagyon hideg, ha a gyerekek megőrülnek otthon, akkor ki lehet őket vinni. Úgyhogy ebből a szempontból más szerintem, mint Magyarországon, mert ugye Magyarországon sokszor nincs jó idő. Nyáron jó idő van, meg tavasszal gondolom, de például rokonok mutatták, meg mondják, hogy most is milyen idő van most Magyarországon, mert az elmúlt egy hétben úgy láttuk, most rokonokkal van Édó, hogy sapkát kell felvennie, Győrben van, és hogy sapkát kell felvennie, meg hogy kabátot, hogy ennyire hideg van május közepe felé, ez totál megdöbbentő számomra. Szóval pont azt beszéltük, hogy Istvánnal, hogy mi meg itt délután elmentünk a tengerpartra, meleg volt, este 6-kor még fürödtem az óceánba, tehát itt sosincs ez a nagyon hideg, és ez az a valami, amit én már nem is tudnék nagyon megszokni.
Úgyhogy időjárás szempontból tényleg nagyon-nagyon előnyös Hawaii, tehát így gyereknevelési szempontból. Meg az, hogy itt lazábbak a szülők, tehát azt vettem észre, hogy Magyarországon túl görcsösen figyelnek egy-két dologra. Emlékszem, amikor Éduát először hazavittük, akkor hogy a cipő, hogy ilyen cipő kell, vagy olyan cipő kell, hogy mit tudom én, hogy ennyi csatos, vagy supinált cipő, vagy ez a cipő, meg az a cipő, senkit nem érdekel, hogy egy gyerek milyen cipőt hord, mindenki megtanul szépen járni, mert itt mezitlábjárnak tulajdonképpen a gyerekek leginkább, bár már Levedinek is van cipője, de leginkább mezitláb szoktak járni a gyerekek. Tehát nem problémáznak ilyen dolgokon, meg ami Magyarországon szerintem, amit tapasztaltam eddig, amikor a gyerekekkel voltam, hogy idegenek előszeretettel szólnak be a szülőknek, hogy miért nincs sapka rajta, miért így van, miért ezt csinál, miért azt csinál. Tehát ott mindenki azt gondolja, hogy neki joga van beleszólni abba, hogy egy bizonyos szülő hogyan neveli a gyerekét, vagy hogyan öltözteti. Ez Hawaiian más, mert itt a szülők úgymond tisztessége, távolságot tartanak úgy abba, hogy nem szólok bele abba, amiért te dolgod, ez a te gyereked, úgy csinálod, ahogy szeretnéd. Tehát én nem tudom, nem emlékszem, hogy valaha is szóltam-e be bármelyik anyukának vagy apukának, hogy így vagy úgy kéne csinálni, mert nem érzek erre készítést, hogy én megmondjam másnak, hogy csinálja a dolgait, és igazából nekem sem nagyon szóltak be itt senki. Tehát, hogy elfogadják, hogy gyerekek rohangálnak a játszótéren, vagy ez megy, ez megy, amaz, 2 éves kidorul, hisztizik a boltba. Ezek olyan dolgok, amik gyerekek csinálják, és én nem is szoktam zavarba lenni ettől, tehát hogyha most itt tudom én, Édu a hisztize, volt olyan, amikor főleg amikor ilyen 2-3 éves volt, hogy mit tudom én, föltözvágta magát a boltba, és akkor ott hisztizett, hát most engem nem érdekelt nagyon, hogy most mások mit gondolnak erről, hát 2-3 éves, rengeteg oka lehet annak, hogy hisztizik, úgyhogy az vesse rá az első követ, aki nem hisztizett sose 2 éves korában, vagy 3 éves korában. Úgyhogy, de amúgy megértőek itt az emberek is körülöttünk, tehát nincs ez, hogy nem kritizálnak, hogy hogyan neveled, tehát nagyobb, de szerintem az így Amerikában általánosan, hogy nagyobb szabadság van, hogy olyan nevelési módszereket, vagy olyan dolgokat választasz a gyerekednek, amilyet akarsz, és hogy nem fognak érte megítélni. Tehát így nyugodtabb, úgy lazább, úgy jobban el tudod engedni magad, és inkább úgy az ösztöneidre bízni, hogy a gyerekeidet hogyan egyengeted az úton. Mert Magyarországon úgy vettem észre, hogy ott még idegenek is úgy érzik, hogy jogosan beleszólhatnak, hogy te hogy csináld ezeket a dolgokat, és ez kicsit furcsa szerintem. Mit akartam még mondani? Még ami jó az, amit emlegettem, hogy itt ez az Ohana, tehát hogy kimész a játszótérre, és nem szólnak bele, hogy neveld a gyereket, vagy ilyesmi, de úgy mert rábízhatod más szülőre a gyerekedet. Tehát még akkor is, hogyha nem ismered 100%-osan, mert egy nagyon jó közösségben lakunk itt, meg ugye itt mindenki ugyanaz a vallású, tehát tudjuk ebből is, hogy meg tudunk bízni egymásba, így ismerjük egymást, vagy az iskolából, vagy a gyülekezetekből, szóval könnyen barátkoznak a szülők, és a gyerekek is könnyen barátkoznak. Tehát olyan jó érzés van, játszótérre kimész, és akkor ott mindenki barátként tekint egymásra, még akkor is, hogyha nem ismered őket, akkor hamar összebarátkoztok. És sokszor előfordult az is, hogy sétálunk, és akkor Éduának köszönnek, hogy szia Édua, te hogy vagy, és akkor én nem is tudom, hogy Éduát honnan ismerik. Vagy valamelyik nap az volt, hogy hogy kérdezik tőlem gyerekek a játszótéren, hogy hol van Édua? És akkor mondom, hogy, vagy nem a játszótér, hanem ahol lakunk az új helyen, hogy hol van Édua, mondom, hogy hát ti meg honnan ismeritek Éduát. És akkor egy kicsit nagyobb lányok voltak, azt mondták, hogy hát az iskolából. Én mondtam nekik, hogy Magyarországra ment, meg minden, és kicsit nehezen fogták fel. És akkor aztán kérdezik a végén, hogy és te ki vagy? Mondom, hogy hát én meg az anyukája vagyok. Tehát így Édua, mondtam is Istvánnak, hogyha kapcsolatot akarunk teremteni a helyi közösséggel, akkor Éduát hozzuk fel, mert Édua a helyi. Tehát ő itt a legjobban benne van a helyi kultúrában, őt teljesen befogadják a helyiek, ugye, mert születésétől fogva itt van. Szóval ennyit erről a kérdésről.